A marketing központú szemlélet egyre erősödik az oktatásban is, így a GFE Békési Technikumában is nagyobb hangsúllyal jelenik meg a képzéseik népszerűsítésében. A napokban Békés Dánfokon rendezett Békés Vármegyei Vadász és Horgásznapon először mutatkozott be az intézmény. A technikusi képzésben résztvevő 11-es Hevesi Nimród egyike volt azoknak a diákoknak, akik az iskolájukat képviselték. Kiskorom óta szeretem a természetet, keresztapám hivatásos vadász, és mikor először vele kimentem a természetbe, akkor ott ragadtam lelkileg, és mióta az eszemet tudom, erdésztechnikus szeretnék lenni. Az erdészet és vadgazdálkodás területén a szakember utánpótlás gyenge lábakon áll, fogalmazott Hugyik Zoltán szakoktató. Ezekben a szakmacsoportokban különösen fontos, hogy egyrészt az ágazat szereplői, másrészt a továbbtanulás előtt álló fiatalok megismerjék a Békési Technikumban folyó képzéseket. Összesen kettő felnőtt oktatási vagy felnőtt ciklus tudunk magunk mögött. Ugye a felnőtt képzés az érettségre épülő esti vagy levelező képzés, és két ilyen évfolyamunk van, tehát ugye kettő év egy képzés, tehát tulajdonképpen 4 vagy 5 éve tudjuk ezt a képzést magunkénak, és majd most lesz az első 13. év technikus évfolyamunk a következő évben, akik már nappali rendszerben tanulnak ebben az iskolában. A bemutatkozás mellett az is fontos egy-egy megjelenés kapcsán, hogy közelebb hozzánk az érdeklődőket a természetközeli szakmákhoz, hangsúlyozta Hugyik Zoltán. Számtalan érvet lehet felsorakoztatni az erdészettel és vadgazdálkodással foglalkozó hivatás mellett, a szakoktató a legfontosabbakról beszélt. Nagyon sokat lehet kint lenni a természetben, ez egy nagyon, nagyon sok élményt tud adni, nyilván annak, aki a természet közelségét és az állatokat kedveli, ez lenne talán az egyik. A másik az, hogy nagyon jó emberi kapcsolatokat lehet kialakítani. És a harmadik, hát kötetlen munkaidő van, ami ugye nagyon jó tud lenni, de nyilván ennek vannak árnyoldala is azért. A Gál Ferenc Egyetem Békési Intézményében hosszú távú törekvés, hogy az iskolában folyó képzéseiket széles körben is megismertessék, hangsúlyosan a hiány szakmák vonatkozásában.